Nagy széllel érkezett meg tegnap délután a vihar Kevi fölé. A heves szél a fák ágait is letörte. Pár óra alatt közel 100 milliliter eső esett. A heves esőzés mellé megy nagyságú jég is társult, amely nagy károkat okozott a földeken. Néha tényleg 100%-os a kár. Én még nem tudom pontosan meg a területét verte, mert a határba nem bírunk kimenni, de itt, amit látunk a főút mentén, és ami kép mutatkozik, itt újra kell ültetni majd a növényeket valószínű. Kecskeméti Lajos árpa földjén 100%-os a jég által okozott kár. Lajos bácsi elmondta, hogy ilyen ezelőtt csak egyszer fordult elő. 30 év körüli, így valahogy lehet. Akkor volt ilyen borzasztó csúnya idő, itten, ezen a részen. Azóta nem volt olyan csúnya még, mint most. Most ezt megestelébe fogtuk teljesen. Úgyhogy ez van, hát most, hogy mit tudunk vele majd csinálni, ezt nem tudom. Adahatát sem kímélte a tegnapi eső és jégeső. A nagy mennyiségű csapadékot a földek nem tudták teljesen elnyelni. A délelőtti órákban is több helyen állt a víz a földeken. Így nézett ki tegnap az árpaföld a vihar után. A jég vékony hótakaróként lepte be a göröngyöket. Az adahatári gazdák is tehetetlenül állnak a jég és az eső okozta károk előtt. Kamerán kívül elmondták, hogy közel 90%-os kieséssel számolnak. A szakember elmagyarázta, hogy egyre szélsőségesebb vidékünk időjárása, ami miatt a csapadékeloszlás aránytalan. Vagy aszálysújtja a tartományt, vagy egyszerre hatalmas mennyiségű csapadék hullik egy-egy határrészen. Az elsőre nagy szükség volt, de nem jéggel. Mint a mi területünkön április 1-től összevisszően 10 liter körüli csapadékot kaptunk, ami nagyon kevés volt, úgyhogy már meglátszott a növényeken. A szakmabeliek azt javasolják, hogy abban az állományban, amelyik kiheverheti a jégverést, azonnal végezzenek növényvédelmi kezelést a gazdák, legrosszabb esetben másodvetésben rövid tenyészidejű hibrideket és fajtákat termeljenek.